Persze, mindannyian tudjuk, hogy ez nem papír már, hanem bor. Lehet, hogy hírrobbány megitta volna, mondjuk. A fizetett hirdetést készítette a PC Veterán Paródia Stúdió. Üdvözlet mindenkinek! Kátamori vagyok, túlélő szigetes kalandjaim közepette, és így előre megmondom, hogy ez a falat rossz helyen van, meg ki fog gyulladni. És opa, meg leestem ebbe a francos lyukba. Szépen kezdődik ez az epizód, de nem baj. Meg fogom oldani. Látjátok, megmondtam, már itt lángol is a lomb a lávától. Hogy hogyan tudtam meg, hát az megkérdezzétek, valahogy sejtettem, hogy itt ez nem lesz jól. El is zárom a láva folyását gyorsan a homokkal. Aztán kivágom a maradék homokot, mert szükségem lesz rá. Úgy döntöttem ugyanis, hogy megkiráltak egy aránylag komoly építkezésnek, amit a szigethez képest a nagyvonalú építkezésnek. Arrébb fogom hordani a dörtöt, és sandstone-t teszek a helyére. Ugyanis rájöttem arra, hogy amíg itt van a házam alatt a házam fölött a dört, addig ide nem fog senki és semmi spónolni. Tehát ezzel én nem járnék túlságosan szerencsésen. Értitek? Gyorsan csinálok is kettő ásot, mert eszközöket már régen kraftoltam. És elteszek pár fölösleges tucat. Így, így. A homokot azt berakom. Mennyi homok kell majd ahhoz, hogy üveget csináljak, arról fogalmam sincsen, majd azt is ki kéne deríteni valamikor. Egyelőre nem olyan nagyon fontos dolog. Na már most. Egy dologra mindenképpen figyelnem kell, mégpedig arra, hogy a füves blokkokat ne ássam ki mindet. Mert különben igen rosszul fogok járni. Már megint majdnem belementem a lávába. És gratulálok magamnak. Egyszerűen már fel akartam venni a videót, nem mondom őszintén, de beleestem a lába és elégtem. Úgyhogy inkább ignoráltam. Tehát gondolom azért belefér néha egy ilyen baleset, de azért ez enyhén szólva durva volt. Mert egész sok cucc volt nálam, beleértve az összes sandstone-t, amit csinálni akartam. De egyébként nem minden tudom, hogy el fog égni a fa. Már előtte beleestem, mert én olyan balhere vagyok. Szóval... akkor neki látok itt alakítani ezt a részt. Különben eléggé döcögősen menne a dirt vonal. Igen. Akár még egy kis homokot gyűjtök. Arra úgyis szükség lesz még majd. Pontosan a sandstone-os dolog miatt. Végül is, hogyha üvegre lesz szükségem, akkor sem lesz nagy dolog formálni a partot, vagy ezt a valamit megölni. Mert őszintén szóval nem valami szívem csücske dolog az a féreg ottan. No. Ha homokkövet, akkor készítsünk mondjuk 32, szerintem az rájönleg elég is lesz, mert ott van még úgyis 9 korábbról. Ó, és látom a háttérben már esteledik is. Nem mintha nagyon zavarna éppenséggel, csak így említés szintjén meg mondom. És akkor vágjunk bele. Ma pedig egyébként szeretnék beszélni az indie játékokról. Hát nem azért, többek között ugye azért, mert a Playing Format egyik kemény magiától, Mandytól kaptam egy ilyen indie játékcsomagot még korábban. Cserébe azért, hogy
nézőket osztam nekik. Mondjuk én nem hiszem, hogy olyan sokan jöttek volna pont tőlem. De hát mindazonáltal kedves kis gesztus volt tőle. És ez a Humble Indie Bundle nevű indie játékcsomag, ami azért vannak érdekes játékok is, mint az a www, ami visszahozza a retro figyelmet, azt élveztem is meg minden, de van egy másik játék, amivel tegnap kicsit gondolkodtam, hogy ez most akkor jó-e vagy rossz, a Hammerfight nevezetesen, mert valaki mondta, hogy egy addiktív játék, és egyébként tényleg az, csak az a probléma, hogy kipaszottul bágos. Nem mindegy, hogy milyen gombot nyomok le, mert azt hiszem lenyomtam a S gombot, és meghaltam. De úgy, hogy ott volt még a kép, hát ott volt a információs képernyő, hogy mi a küldetés, meg minden. És mellette ki volt írva, hogy try again, meg ilyenek. Úgyhogy az elég fura volt, mert hogyha ember P betűt lenyomja, akkor valami hihetetlenül furcsa menü jön be, amit szerintem nem kellett volna benne hagyni a játékban, tehát ez... Őszintén megmondom, szerintem ez a játék nincsen befejezve. Mert ilyen debugging menüket, ami az meghagyta benne, és ez nekem rohadtul piszkálja a csőrimet, ugye egyébként. Aztán mondjuk a készítő dolga. Nem tudom Steam-en mennyibe kerül, de biztos, hogy akármennyibe kerül, sokkal drágábban árulják, mint amennyit egyébként érdemelne, és én meg nem venném. Mondjuk én Steam-ről szerintem már semmit nem vennék meg, a Swordzihar. De ezt már hangoztattam egy párszor, úgyhogy nem megyek bele részletesebben. Na. Így akkor kihúzok egy csíkot, elviszem valameddig a francba. De egyébként ne gondoljátok azt, hogy Notch volt az első, aki csinált indie játékot, és ezzel híres lett, hogy valami. Ja, persze igazából az igazán híresek között őt mindenképpen érdemes megemlíteni emiatt a játék miatt, de indie játékok korábban is voltak például. Nem tudom ki az, aki régóta követ, de egyébként amikor volt egy blogom, akkor írtam egy Creeper World nevű játékról. Jól halljátok. Ez volt az első játék közvetlenül a Minecraft előtt, amiben hallottam azt a szót, hogy Creeper. És totál más környezetben. Jó, van mondjuk az mondjuk egy flash alapú játék, az egy flash alapú játék, meg minden, szóval embernek azért meg lehet róla az előítélete. Mondjuk én ott vagyok a flash játékokért is egyébként. Na mindegy, szóval ez a Creeper World egy ilyen stratégiai játék volt, ami hát már történet is megfogott, mert ahhoz képest, hogy egy egyszerű grafikájú és apró játékról volt szó, egészen egyedi és klassz története volt. Nevezetesen az, hogy valamikor a jövőben az emberiség elkezdett terjeszkedni, és tehát egy távoli jövő, tök szép minden, Hawaii DJ meg minden, aztán kiderül, hogy mégsem olyan jó, mert előjött a űrből ez a... Ó, most miért csináltam egy kapát? Mindegy, előjött az űrből ez a Creeper nevű valami. Nem ezek a kis zöld pénisz alakú ilyen TNT agyú lényecskék voltak, hanem egy ilyen massza, egy ilyen, hogy fogalmazott, tehát a térképeken kék színnel így folyik, mint valami nem jó dolog, és ugye elkezdte felszabálni az emberek épületeit, magukat az embereket, a tájakat, meg mindent, és összes bolygó ilyen sivák, kihetlen izévá lett, ahol csak jártak. És végül is ilyen 100 milliárd ember meghalt, úgyhogy egyetlen egy hely maradt, ahol életben vannak. Ja. Szóval egyetlen egy helyen maradtak életben, a Remény nevű bolygón, ahol van egy Odin City nevű város. 49 ezer, majdnem közel 50 ezeres lakossággal, és ők az emberiség utolsó túlélői. Na és a lényeg az, hogy mindegyik pályán vannak ilyen teleportálós eszközök, amiket meg kell szerezni. Odin Cityt meg össze lehet kötni hálózaton ilyen egyéb hát, épületekkel. Tehát elsősorban ugye vannak védelmi épületek, meg ellátó épületek, amik az energiát biztosítják. Szóval egy ilyen érdekes játék, ahol okosan kell gazdálkodni az energiával, meg az épületekkel. Nem mondanám nehéznek, csak az a baj, hogyha a védelmi épületek nem kapnak elég energiát, akkor a Creeper felzabálja őket. Hát amire rámegy a Creeper, annak kampec totálisan. Úgyhogy értitek.
Baromi jó játék, élveztem nagyon, 40 pályája van, és hát tulajdonképpen ennek, nem is mondtam el, tulajdonképpen a játék maga arról szól, hogy a Odin City egy ilyen nagyon hosszú galaktikus utazás keretében a teleportálás miatt végigjár több ilyen bolygót is, amely a Creeper már pusztított. Többek között akkor epikus, amikor volt egy pálya, ahol egy óceáni bolygón voltak, de a Creeper kártevő munkája miatt az egész egy sivatagos izé lett, és ilyen szigetek vannak, az egész pedig egy ilyen síkságot lent, és ott felgyűlik ez a valami. Na, akkor én gyorsan leteszek még pár blokkot, tovább haladjunk. A fű nem igazán akar még nőni, majd fog, erre annyit tudok csak mondani. De ebből nem számoltam, mennyi blokk van, de tök mindegy igazából. Messze vagyunk és kész. Lényeg az, hogy ne látszódjon azt, mi van a túloldalon, bár gondolom, hogy itt a egy tenger miatt semmi nincs. Csak feltételeztem, mert néhány ilyen szigetet azért már elég amatőr módon megoldottak, úgyhogy tudom, hogy nem minden aranya viszénylik. Na, így valahogy, szépen le is rakom. Farmom lesz, azt nem tudom, őszinte szóval nem nagyon van kedvem farmozni, de lehet, hogy szükségem lesz rá, mert a HP-m nem valami kielégítő magasságokban van. Na, 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 kész is van. Szóval röviden az indie játékok jók. Igazából nem csak egyről beszéltem meg a indie játék csomagról, de nem is olyan lényeges, hogy többet említsek róla. És hát gyakorlatilag még ezt a lombot ki kell itt vágnom, és majd arra lesz idő napfelkeltekor. Gyorsan alá is rakok még egy szeplinget, hogy ki tudjon majd nőni. Igen, mert majd egyszer kéne egy normális hajtót ide oktojálni. Hát szerintem azt most meg tudom oldani, hogyha nagyon akarom. Igen, nem jelent igazából semmilyen kihívást most megcsinálni. Ó, pont 6 darab fám van, nagyon, nagyon kifli. Na, na, na. Így. Tadám! Jó, hát ide majd egy üveg még kéne, és pont van. Gyakorlatilag készen is van egy aránylag elviselhető menedék, egy aránylag elviselhető bejárattal. Szerintem már ennyi is elég. Ahol mindjárt lemegy a nap, mindjárt fel kell, de csak a következő részben. Sziasztok!